A témánk továbbra is az iskola kezdés, folytatjuk tovább a beszélgetést. Ezzel kapcsolatban üdvözlöm következő vendégeimet itt a stúdióban. Zajó Barbarát, Szabó Petrát, Bigfalvi Evelint és Lacó Bettinát. Sziasztok, jó Sziasztok. Estét kívánok! Egy generációval előrébb lépünk, tehát az iskola kezdésnél középiskola vége és főiskola eleje, ahol tartunk. Középiskola végéhez menjünk, csak hogy tartsuk az időrendi sorrendet. Utolsó éveteket kezditek ugye középiskolában. Más-e ez az évkezdés, és most nem azért kérdezem, hogy más-e, mert utolsó év, hanem itt ugye már a műsorban is szó volt, hogy sok minden változhat majd az oktatásban. Éreztek-e már valami változást ebből így egy hét után? Nem különösebben egyébként nálunk, annyira nem. Termek változtak itt-ott, annyi, hogy rengeteg program lesz ugye utolsó évre. Egyébként a változásokban nem éreztem semmi. Mik a tervek előre nézve? Hát ez még egyelőre jó kérdés, mert még én sem döntöttem el, hogy pontosan merre. De hát majd ahogy alakul. Adás előtt beszélgettünk odakint, és én megütközve hallgattam, amikor mondtad, hogy mik a tervek. Beszélj erről egy picit, aztán majd elmondom én is az érzelmet. Ugye már, ahogy említettem is, szeretnék külföldre kiutazni, hogy megteremtsem magamnak azt az alapot, amiből tudok elmenni képzésekre, jogosítványszerzés, nyelvvizsga, tanfolyam, minden, bármi, ami a legfontosabb is kell. Ezek azért nagyon jók, hogy vannak ilyen lehetőségek, mert régen ezek nem voltak. És most itt vannak ezek a lehetőségek, de van, aki nem él vele, hanem elmegy főiskolára, ugye? Pontosan hova mentetek ti főiskolára? Hol kezditek majd jövő héttől a fősulit? Egerben, az Eszterházy Károly főiskolán. Együtt ketten? Igen. Akkor így ez ilyen középiskolás barátságból ment tovább, nem. Vagy ott találkoztatok először? Vagy itt találkoztatok először most adás előtt? Nem. Gólyatáborban. Igen. Mit vártok a főiskolától? Itt most a felsőoktatás is átalakult, nem kicsit. Van-e már valami híretek arról, hogy mire számíthattok? Hát az órarendünk az hát nagyon sokkal több órán közt természetesen, mint volt, és a hallgatóját is teljesen más, mint középiskolában, úgyhogy csak jóra számítunk. Azt mondják egyébként, hogy a főiskolás évek a legszebbek az ember életében. Ezt várjátok ti is tőle? Pontosan ez. Már egy picit belekóstoltatok itt a gólyatábor kapcsán ebbe a dologba. Beszélnünk kell arról a részéről is az iskola kezdésnek, ami a háttér, ami az anyagi oldal. Mennyire megterhelő elkezdeni egy főiskolát anyagilag? Most nem konkrét számokra vagyok kíváncsi, hanem arra, hogy sok mindenben több-e, más-e egy főiskola kezdés, mint mondjuk a középiskolában volt egy osztálykezdés? Hát némiképp igen, mert ugye az albérlet az ott van mindenképp, amit ugye az első hónapban valahogy be kell rendezni, hogy otthonos legyen, de egyébként különösebben nem. Attól függ, hogy ki jutott be államira, meg ki az, aki önköltségesen kezdi. Ez a nagy kérdőjel, én azt gondolom, hogy ez a nagy kérdőjel. Van lehetőség egyébként arra, hogy főiskola mellett dolgozzatok, hogy egy picit kiegészítsétek akár az otthonról kapott dolgokat, akár igen, az ösztöndíjat? Van rá lehetőség? A suliba is van ilyen a hallgatói önkormányzat, és ott lehet mi még csak ilyen hallgatói segítőként, de dolgozhatunk. Tehát ez iskolán belül? Igen. Iskolán belül adott lehetőség. De iskolán kívül is vannak meghíratva olyan dolgok, amik pont csak két naposak, két-három napra, és ugye a hétvégén nekünk szabad. Középiskolában még azért ez annyira nem jelent akkora nagy kérdést, én azt gondolom. Egyáltalán nem, csak osztálypénz, meg az egyebek. Meg inkább ugye a szalagavató, vagy a ballagás. Utolsó évben ezek azok, amik a költségvonzatát jelentik, ugye a dolognak. Tudtok-e tanácsot adni azoknak, akik még esetleg bizonytalanok így utolsó év előtt, vagy első év előtt, hogy határozottan, hogy lehet neki menni egy ilyen, én most kimondom azt, amit nem akartam egyébként, egy ilyen pesszimistán induló tanévnek, mert mindenki olyan pesszimistán állt neki ennek az évkezdésnek, a pedagógusok, a gyerekek, a szigorítások, a változások, mindenki. Rossz volt a hangulat. Ezt gondolom ti is láttátok, vagy éreztétek, nem? Egy kicsit. De nem annyira rossz, mondjuk már azt, hogy nem annyira rossz. Vagy nem tudjuk azt mondani?
Jó, hát ezt akkor vegyük egy határozott nem tudomnak, jó? Jó. Sok sikert nektek a főiskolán, illetve az utolsó évben, aztán meg utána is, ami jön, az megjöjjön úgy, ahogy terveztétek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük.